A Balatoni Csillagösvény rendezvény sorozatának részeként tartott közönségtalálkozót Hévízen Böjte Csaba ferences rendi szerzetes. Az erdélyi nehézsorsú gyermekek felkarolójaként ismerté vált Csaba testvér ezzel a programmal is nemes célt szolgált. 9 évvel ezelőtt két magyarországi kedves nővér, zenetanár leköltözött Erdélyben. És nem csak a mi gyerekeinkkel, hanem sok más gyerekkel is foglalkozva létrehoztak egy nagyon nagyszerű kórust, a Marosmenti Kodály kórust. És a kedves nővéreknek hát úgy van, hogy van egy nagyon szép elképzelésük, szeretnének építeni egy olyan központot, ahol ők is lakhatnak, de ahol lehet énekelni ilyen zenepavilont. Na és hát ide pénz kell. És akkor igazából engem meghívtak, hogy én prédikáljak, ők énekeljenek, és hogy ők szeretnének gyűjteni erre a célra. Tehát kicsit az ő szekerüköt szeretném most taszítani, hogy eredményes legyen. És az egész utat ők szervezték meg, hogy pont ide Hévízre is kerültünk. Hát ez az ő szervező munkájuk. Mennyire van szükség Erdélyben ilyen jellegű kulturális létesítményekre, mint ez a Szovátai lesz majd? Nagyon szükség van rá. Tehát én úgy gondolom, hogy hát ők olyan zene, dal, ének kultúrának a csúcsait hódítgatják meg, úgy gondolom, nem csak a Himaláját kell megmászni, hanem nagyon sok más csúcs is van, ahova gyerekeink, tanáraink, nevelőink fel kéne kapaszkodjanak. És én azt gondolom, hogy erre a csúcsra, hogyha ki tudjuk tűzni a székely zászlót, hát az nem egy utolsó dolog. Úgyhogy én drukkolok nekik, hogy sikerüljön. Hát nemrég voltak egy ilyen európai megmérettetésen, és elhozták az első helyet, úgyhogy nagyon-nagyon ügyesek. A közönség találkozón Böjte Csaba nem csak a marosszéki kórusról beszélt, hanem azokról a gyerekekről is, akikről munkatársaival együtt Déván gondoskodik. Jelenleg 72 helyiségben, hát 2384 gyereknek adtunk vakációt, 20 éve dolgozunk, és közel 5000 gyereket fogadtunk. Ez az idő alatt be, sokan már végeztek. Hát jól vannak. Én azt látom, hogy az idén 12-en érettségiznek, most folynak nálunk az érettség, hogy izgulnak szegények. Remélem, hogy eredmény is lesz. A sok-sok történet mellett, ami a rendezvényen elhangzott, Csaba testvér a résztvevőknek fontos életvezetési tanácsot is adott. Elsősorban a pozitív gondolkodás, tehát hogy bízzunk önmagunkba. Ugye mondtam, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus eljött karácsony estén közénk. Miért? Mert hisz bennünk. Tehát ugye hit éve van, lehet azon is gondolkozni, hogy mennyire hiszünk Istenbe, de megfordítottam, Isten hisz bennünk. Vajon én tudok hinni magamba, feleségembe, férjembe, szomszédomba, gyermekembe? Bízok bennük? És az lenne jó, hogyha tényleg azzal a hittel, hogyha ne talán még nehézségek, gondok is vannak, nagy csütörtök, nagy péntek is van az életemben, azzal a Jézusi hittel tudjak én is tovább menni, föltámadni, újrakezdeni, és Isten országát építeni.